Szóval nem én babonáztam meg magát, hanem maga engem. Így is mondhatjuk. Az előbb, amikor egyedül sétált a szobában és dúdolni kezdte a szonátát, amit én az imént játszottam, szinte megsajnáltam magát. Olyan tehetetlen volt, olyan nyomorult. Szinte lelkiismeret furdalásom volt. Mégse szabadna így játszani eleven érző emberi lélekkel. Mint valami drótbabával. De hát a tudomány. Mit? Engem látott tehetetlennek, nyomorultnak maga? Maga nyavajás. Maga, aki még csak az imént a földön fetrengett előttem. A Paprika Jancsikat alulról igazgatják. Paprika Jancsi? Én Paprika Jancsi vagyok. Na Istenem, nem kell szó szerint venni, mondjuk kísérleti nyúl. Kísérleti nyúl a maga számára? Hát nézze, Dolacsek. Hogy van az, hogy magát 2 hónapig ette a frász értem? Ha maga egy szvengáli, egy fakír, egy csodarabbi, akkor miért nem szugerelt a belém, hogy legyek szerelmes magam? Maga? Én belém? Úgy látom, még mindig nem érti, miről van itt szó. Hiszen a kísérlet lényege éppen az volt, hogy ezt megakadályozzam. Mit mond? Adva volt egy férfi, csekélységem, akit a szerelem ostoba kis játéka már rég nem érdekel, csak a tudományos megismerés, de aki, és ez eléggé bosszantó dolog, soha nem tudta megakadályozni, hogy a maga fajta hisztériás nőcskék belebolonduljanak az ilyen kísérletek során. Akár akartam, akár nem. Most hát megmutattam, hogy hipnózis útján olyan ellenállást produkálhatok egy nőben, akiben minden szándék megvolt, hogy akármit csinál, még ha a feje tetejére áll is, nem tud belém szeretni, mert én nem akarom. Nem tud belém szeretni. A leghevesebb ostrom hiába valónak bizonyul. A társaságban esetről esetre bejelentettem a lelki folyamat fokozatait. Szóval, én különben beleszerettem volna magába. De maga nem akarta. Nem hagyta. Nézze, Dolacsek, most már aztán elég ebből a szemtelen szamárságból. Már kezd a fejem fájni tőle. Mondhatom, maga eddig mulatságosabb volt. Ez a legújabb elmélysége egy kicsit unalmas. Már nem is érdekel.